Sziasztok, kedves barátaim! A mai téma megint ajurvéda. Hogyan lehet egyszerű gyakorlatokkal stabilizálni a magas vérnyomást? A vérnyomást irányítja a szív. Amikor a szívizmok összehúzódnak, akkor 120, és mikor ellazolnak, akkor 80. Ez a normális vérnyomás, 120/80. Amikor az szív kezd egyre jobban, többet pumpálni, akkor fel fog menni természetesen a vérnyomás. Ennek az oka nagyon gyakran az aggódalom vagy stressz helyzet, és most elmondom egy egyszerű technikákat, hogyan légzés gyakorlatok által lehet stabilizálni a vérnyomást. Természetesen csak akkor működik, hogyha valaki nem szenved állandó vérnyomás betegségével, mert akkor már nem a tanács, hanem az igazi gyógyítás csak segít. Következő a gyakorlat. 5 másodperc keresztül belélegzünk, és 5 másodpercen keresztül kilélegzünk. Próbáljuk meg együtt. 1, 2, 3. Így ellazulva lehet körülbelül 3 percig gyakorolni, és észre fogtok venni, hogy stabilizálódik a vérnyomás. Írjátok kommentekbe, kinek működik ez a módszer. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok meg a csengő gombot, hogy kapjátok friss értesítést friss videókról, lájkoljatok a videót, és majd találkozok nem sokára Hare Krishna.